Én azt hiszem, hogy nagyon nagy dolog, hogy egy olyan művész, aki megszokta, hogy több ezer ember előtt zenél, eljön kisebb, nagyobb közösségekbe, és lelket épít, mert nem csak a zenén keresztül, hanem a írott szövegen, egy másik nagy magyar gondolatain keresztül maga is épül, és épít másokat is. Hozzáteszem, hogy a Babits Mihály hangos lemez is kapható lesz majd kint, amelyen sok más színésszel együtt Ákos is mond verset, úgyhogy ezeket szerettem volna most elmondani. Így én magam is megilletődve adom át a szót, és hallgassuk közösen Szigeti Gábor és Ákos Gródi estjét. Köszönöm szépen! Kedves uraim, ez valóban egy Gródi est lesz. Csak abban különbözik a megszokott estektől, hogy ez minden alkalommal, amikor előadjuk, más. Sok szempontból más. Néha hosszabb, néha rövidebb, néha vacsoráznak alatta, néha nem vacsoráznak. Itt nyilván nem fognak. Mindig van egy meglepetés Ákos számára, ezt mindig izgatottan várjuk. Volt, hogyha kapott egy pálinkát, volt, hogyha írtam Rudi novellát. Tehát ez az ő számára is, hogy valami stimulálja, hogy ha nem énekelek, hát nem akar olyan nagyon lelkesen fölépni. Ez mindig úgy izgatja őt is, meg engem is, hogy tudok-e még Rudi novellát írni. De mi az igazán fontos ebben? Igen, adva van egy 40 éves férfi, akit az ország igen nagy része ismer, énekesként, szövegíróként, költőként, hiszen több költetet is megjelent. Ehhez képest meglepő, hogy ma a próza mondó Ákost fogják hallani. És ebben a legizgalmasabb az, hogy ez tulajdonképpen egy lemez bemutatója, ha úgy tetszik. A bemutató, a lemez pedig úgy készült, hogy pár évvel ezelőtt, most már lassan két éve, egy trianoni ünnepségen összehozott a Ákossal, ahol verset mondott, én beszéltem. Utána, hogy leültünk egy beszélgető, Ákos megemlítette, hogy minden születésnapjára szokott valami meglepetéssel magának szolgálni. A 40. születésnapja arra gondolt, hogy Grúdit fog felolvasni. Én többször bevallottam már nyilvánosan, Ákos már nem neheztem érte, elején egy kicsit neheztem, most már nem. Én bevallottam, hogy fogalmam nem volt, hogy a Bonanza Banzai, mint az Ákos az ugyanaz. Fogalmam nem volt, én soha életemben nem hallgattam Bonanza Banzait. Amikor ő azt csinált, akkor én éppen rendszert látottam. Tehát egészen látom, voltam elfoglalva, hogy a koncertre járják, ez is kiderül, hogy a lányom az valamivel idősebb, mint Ákos, úgyhogy én mással foglalkoztam 1988-89-ben. Következésképp, amikor azt mondta, hogy egy Rudi lemezt akar csinálni, természetesen bennem is volt némi, igen, mint ahogy nyilván bennünkben is van egyfajta kíváncsiság, hogy mi az, hogy Ákos Rudit fog felolvasni. Aztán természetesen mondta, hogy majd felhív, természetesen nem hívott föl, akkor természetesen én fölhívtam, mondta, hogy természetesen mindjárt felhív, természetesen megint nem hívott föl. Aztán találkoztunk, mondta, hogy most már muszáj lenne beszélni, mondta, beszéljünk, mondta, azonnal felhív, nem hívott föl. Akkor megint elkezd egy kis idő, akkor megint találkoztunk, és akkor azt mondta, hogy ez most tavaly december volt, azt mondta, te áprilisban leszek 40 éves, addigra kész kell lenni a lemeznek. Hát mondom, akkor noszat csináljuk. És akkor neki ültök. És hallatlanul bizgalmas dolog, amikor valaki, ugye Ákos néhány dalát ismertem, az 1956-ot többször is hallgattam, az meg is volt nekem, és tudtam, hogy van egy közös szerelem az életünkben, Latinovits Zoltán, mert hogy Latinovits Zoltánról is készült egy lemez, ami nekem szintén megvolt, mert a Latinovits gyűjteményes állomnakot kellett lenni. És Rudit is szerettem, és Szindvádot is szerettem, és a Szindvád című filmet is nagyon szerettem, tehát amikor azt mondta Ákos, hogy csináljunk egy Rudi lemezt, akkor ez nagyon jó gondolat volt, és nagyon tetszett nekem. Aztán leültünk, és elkezdtünk dolgozni, és kiderült,
lelkű nagyszerű van az amanzáj. Én most sem tudom nevét pontosan. Azt már tudom, hogy Ákos nagyon jól tud énekelni, és nagyon élveztem most a koncerteit, amit ott voltam. De hogy milyen érzékenyen mondja majd a prózát, az ott derült, amikor egy kicsit egymást gyökörve készültünk, és egyetlen epizódot szeretnék elmondani annak illusztrálására, hogy mi ebben a lemezben a lépés, mi az abban, amit ma hallani fognak, mi volt az, ami igazán izgalmas volt. Ákos hallatlanul érzékenyen reagált a rendezői instrukciókra. Tehát bármit kértem, ember, és hogy megpróbáltam megcsinálni, 99%-ban elsőre hozta is, amit kértem, tehát nagyon jó volt együtt dolgozni. Természetesen egy hanglemezt éppen úgy, mint mondjuk egy filmet, nem abban a sorrendben vesznek föl a stúdióban, ahogy majd a lemezen hallani lehet, hanem hát bizonyos technikai készenléti helyzetből, és csak az utolsó, a ma este is majd utolsóként elhangzó rövid krúdírás vettük föl a munka utolsó fázisában. Egy lemez befejezése, egy első-utolsó mondata nagyon fontos, mert annak a kicsengését viszi el a hallgató a néző magával. Tehát tudtam, hogy ennek a tudírásnak az utolsó mondata nagyon fontos, hogy azzal Ákos és Krúdi mit üzen a mai embernek. És valamit elmondtam, hogy én ezt így szeretném, így kérem. Ákos mondta, hogy jó, bemegy, kijött, mondta, nem jó, mondta, nem jó. Visszament, megcsinálta, kijött, mondta, ez? Mondta, nem. Akkor megpróbálok még egyszer. Visszament, megint felolvasta az írást, kijött, és mondta, ez még mindig nem az. Szóval, igen, mert én eddig mindig azt csináltam, amit te kértél, de ezzel most nem értek egyet. Mondom, jó, Ákos, akkor csináljuk úgy, ahogy te most szeretnél ezt felolvasni. És akkor Ákos bennem a stúdióba, és felolvasta úgy, ahogy én kértem. De nem azért, mert szót fogadok, hanem megért benne valami, és a amikor abban a pillanatban, amikor megérezte, hogy nem kérésre kell valamit csinálni, hanem csinálhatja úgy, ahogy ő akarja, akkor tulajdonképpen elmondta úgy, ahogy közösen gondolkozunk Rudival. Az volt az a pillanat, amikor kiderült, hogy a közös munkában közösen gondolkozunk Rudival. Hát nem az a fontos, hogy a színész vége vagy a rendező utasításait, hanem az, hogy közösen gondolkodva szűrjön meg valami. Kívánom maguknak, hogy érezzék ma este azt, hogy mi közösen szültünk valamit, én csak a háttérből, de megvalósítani Ákos tudja, és most majd elmondja mindjárt, hogy mivel nem ért egyet abban, amit én elmondtam. Semmivel. Ezt vártam. És mindennel. Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engem a fölvezetőben nagyon megdicsértek, hogy kisebb közösségekhez is eljövök. És ezért ezt köszönöm, ezt a figyelmet, de részemről ez teljesen természetes. Többször volt már erre példa. Pontosan azért is jön szívesen az ember ilyen helyre, mert ha az ember valamilyen fajta hírnévre vergődik, akkor utána nagyon ritka az ilyen találkozásnak a lehetősége. Ez nem azt jelenti, hogy most Krúdi haknival szeretném járni az országot, hanem azt jelenti, hogy szívesen jövök olyan kisebb közösségekbe, ahol meg tudjuk beszélni azokat a fontos dolgokat, amelyek mindenkit foglalkoztatnak, mert hiszen tetszik, nem tetszik Krúdi is, és az összes nagy magyar szerzőnek mondott szerző is a máról beszél, akármit is írjanak. Ezt a legutóbb, legfájóbban akkor tapasztaltam, amikor a Babics lemezt készítettük a stúdiómban Gábor szerkesztésében, és a legtisztességesebb, legnagyobb magyar színészek előadásában hallhatók Babics versek azon a, nyugodtan mondhatom, hiánycikknek számító albumon, amelyet elhoztunk most önöknek, és amelyet nagyon szerény áron meg lehet majd vásárolni az előtérben. Ezt ma ennek a forgalmazásával küszködnek, Babics lemezt, Babics Mihály születésének 125. évfordulóján nem nagyon forgalmaznak a különböző CD és könyvesboltok, mi most ezt elhoztuk. Amikor ezek a lemezen is hallható versek fölhangoznak, ezekkel kapcsolatban az a benyomásom, hogy
hogy mintha minden vers a máról szólna. A legmegrázóbb ezek között számomra az a vers volt, amelyet Blaskó Péter, aki nem sokára vendég lesz itt a Léleképítőben, ő mondott el. Ez pedig a címadó vers, az a cím, hogy a sziget nem elég magas. És arról szól, hogy ártér a világ, ártér Magyarország, és a véres iszap örvénylik körülöttünk. Nem akarom újraírni Babits versét, csak a magam élményét szeretném közreadni, hogy először is az én benyomásom az az, hogy minden nagy magyar író, költő először is valóban nagy, és magyar, és felelős, és patrióta érzelmű. És akármelyik versüket olvassuk most újra, az aktualizáló szándék nélkül is aktuális. Ezt nagyon döbbenetesnek találom. Latinovics Zoltán írta, hogy ha bármilyen nagy nemzeti sorsfordító kérdés előtt állunk és bizonytalanok vagyunk, akkor legyünk szívesek a költőkhöz fordulni, mert ő bennük van annyi érzékenység, hogy tudják, hogy mi az, ami közeleg. Ezt a mondatot mondtam el akkor is, amikor 2004. december 5-e előtt kérdezgették itten a prominens személyeket szerte a hazában, hogy ki mit gondol a közelgő, egyébként később elég gyászos kimenetelű népszavazás kapcsán. És ezt a mondatot idézgettem, és azóta is e mondatot, meg a költőket igyekszem idézgetni. És valóban énekesként híresültem el, de nem szeretném nagyon menteni ezt a helyzetet. Gábor azt mondja, hogy amikor a Bonanza Banzai csörömpölt a színpadon, akkor éppen rendszert váltott, hát tulajdonképpen mi is a magunk módján, csak a zenében, meg a színpadi jelenlétben, hogy ezek az évtizedek óta jelenlevő dinoszauruszok mellett ebben a műfajban is megjelenjenek mások vagy új hangok, nem feltétlenül velük szemben, de mindenképpen a saját hangjukon szólaljanak meg, és a saját létük jogán beszéljenek azokhoz, akik erre rezonálni tudnak. Hát röviden ennyit szerettem volna mondani, és most némi meglepetésre... Annyit tegyük hozzá, természetesen képzeljék el, ha a rendszerváltás idején én énekelt, és ülő a parlamentben. És akkor hallom. Hát én a parlamentben tudtam volna mit csinálni, de most ez, sőt, még mindig, de ez most nem ide tartozik. Tehát én, mint művész, a parlamentáris demokrácia kereteit feszegetném ilyen értelemben, amit most nem fog megtenni. Jó, hát mi akkor a meglévő diktatúra kereteit feszegettük, úgy tűnik, hogy utólag elég rosszul, nem eléggé. Én ugyanakkor javasoltam, hogy kiket kéne kiszórni a politikai életből, de nem hallgattak rá. Viszont mielőtt még véletlenül is a politika mezeire kerülnénk, már később. Térjünk vissza a Krúdikhoz, és akkor a címadó novellát hallgassuk. Az volt ott a civil Ákos, itt pedig a művész szólam. Erről nem tudom beszélni. Kaland a régi királlyal. A vízen egy csónak ringott. A Duna fenekéről pedig kíváncsi csillagszemek pislogtak fel a mélyből. Nyári éjjel volt midőn, a folyó lágyan mormogott, és messze az ócska úszóház felé a hullámok csapkodták a partokat. A csónakban úriasszonyok ültek, akik hárman egy fiatal úr rábeszélésére útra keltek vacsora után, hogy megnézzék az éjszakai Dunát. A nyaralótelep apró lámpásai, mint kis Szent János bogarak világítottak a messziségből, és a zene hangjait a vendégfogadóból már csak néha-néha hallották. A fiatal úr a partok mellett evezett eleinte. Aztán a folyó közepe felé kormányozta a csónakot, az asszonyok fehér ruháikban összekuporodtak a csónak közepén, és természetesen arról beszélgettek, hogy mi történne, ha vízbe fordulnának. Csellő, erre a névre hallgatott a fiatal úr, így szólott az asszonyok aggódására. Akkor sem történne valami nagy baj, nagyságos asszonyom még sikoltanának néhányat, és a vadász csak hamar itt teremne csónakjával a parti bokrok alól. Miféle vadász? Kérdezték, csak nem egyszerre az asszonyok.
Csellő úgy tett, mintha csodálkoznék. Nagysádék még sohasem hallottak a rejtelmes vadászról, aki ezen a tájon felszokott tünedezni? Egy csinos fiatalember a vadász. Olyan ruházatban, amilyent Mátyás király korában hordtak. Akik látták, azt mondják, hogy hasonlít is Mátyás királyhoz. Nyári éjszakákon megzendül a kürtje a környékbeli erdőségekben, és hallani, amint a fák között csörtet kutyáival. Nagyvárosi ember vagyok magam is. Nem nagyon hiszek a mendemondákban. De ennek a vadásznak a dolga gondolkozóba ejtett már többször. Tavaly a kis marosi ügyvédnét mentette ki a Dunából, hol a holdvilágban csónakázott az urával. Néhány év előtt pedig az ezredes kisasszonyoknak sietett segítségükre. Az ezredes kisasszonyok pompás úszók voltak, és maguktól is kimenekültek a folyóból, de a vadász mindaddig nyomukban járt a csónakkal, amíg partot értek. Akkor aztán eltűnt a visegrádi erdőkben. Az egyik asszony most csöndesen megszólalt. Én is hallottam már valamit egy fiatal vadászról, aki itt a környéken járkál. De én nem a legszebbet hallottam róla. Megszólítja a nőket, akik este felé magányosan sétálnak az erdőben. Szemtelenség, jegyezte meg a másik asszony. Szemtelenség este felé magányosan sétálni az erdőben. A harmadik, egy kis bolyhos szőke, elgondolkozva nézett a parti erdők felé, halk ábrándozó hangon suttogta. Gyermekkoromban sokat hallottam a kísértetekről. Néha még most is hiszek bennük. Nem lehetséges-e az, hogy Mátyás király kísért itt az erdőben? Bolondság, kiáltotta a másik képasszony. A halott királyok a sírboltokban nyugosznak, és nem zavarják a nyaraló asszonyokat. Ám bátor, jegyezte meg a szigorú nézetű asszony, a királyokhoz sem méltó, hogy az erdőkben meskelődjenek. Csellő úr az evezőt húzta, és odavetőleg mondta. Azért már sok pesti nagyságos asszony kereste a leskelődőt. Valószínűleg, hogy megmondják neki a véleményüket, erősködött a szigorú nő. Lehetséges. Felelt az evezős. Habár, ha az a vadász csak egy szellem, egy kísértet, akkor nem lehet veszedelmes senkire sem. A hagyomány szerint Mátyás sokat kalandozott ezen a tájon. Itt vadászgatott, itt mulatgatott. Még manapság is látni sok Mátyás orrú parasztot ezen a vidéken. És az öreg fák az erdőben, ha esti homályban sokáig nézzük őket, lassan-lassan hasonlatosakká lesznek a különös világításban emberi alakokhoz. Kelevézes vadászokhoz, akik széles tollas kalapot hordanak a fejükön. Az akkor még fejlődő fák kérge megőrizte a vadászok alakját, mint valami fotográfiát. Lehet, hogy a fiatal vadász sem más téli napban, mint egy öreg, korhat fatönk az erdőszélen. Csak estére lesz belőle király. Az asszonyok nem értették ezt az okoskodást. Vagy él az a vadász, vagy nem él, pattogott a szigorú asszony. Az elöljáróságnak tudni kellene róla, és kidoboltatni a dolgot. A másik valamivel engedékenyebben fogta fel az esetet. Lehetséges, hogy a fák megőrzik az emberek alakját. Hiszen a mesebeli manókról, a vén boszorkányokról is kiderült már, hogy nem egyebek, mint különös alakú fák az erdőkben, amelyeket a meseírók látnak csak eleven lényeknek. Magam is láttam egyszer egy fát, amely esténként rendkívüli módon hasonlított egy leselkedő öreg emberhez. Az úszóház mögött állott, hol a nők fürdőztek. És néha még a szakállát is látni véltük. De hogy egy fiatal király bújjon egy öreg fába, annak igazán nincs semmi értelme. A bolyhos szőke, az ábrándos, a csillagokat nézte a csónak szélén, csöndesen sóhajtotta. Igazatok van, de én mégis irigylem azokat az asszonyokat, akiknek egy középkori király mond szép szavakat. Bár engem szólítana meg egy régi király. Polgárista koromban egy kicsit szerelmes is voltam Mátyásba.
Csellő úr hangosan kiáltott fel. Hopp, ez nagyszerű, tehát egy régi szerelemről van itt szó. Igen, egy ostobaságról, felelt a szigorú asszony. Gyerekségről, mondta a másik szelíden. De egyikük sem tiltakozott, amikor Csellő úr a csónakot a part felé kormányozta, ahol az erdők lábát mosta a folyó, és a fák sötét tömegekben állottak. Csak itt-ott nézegetett át rajtuk egy kis csillag valamely messzi hegytetőről. A csónak csendesen surrant el a part mellett. Az erdőben mély csend volt, olyan mély csend, hogy az asszonyok nem ismertek megszólalni. Kikötök, mondta suttogva Csellő úr, és a csónakot ügyesen a parthoz kormányozta. Az asszonyok hallgattak. Még a szigorú nő is megremegett egy kissé, amikor megzizzent a lába alatt a haraszt. Soha se hittem, hogy ilyen bátor vagy, súgta társnőjéhez. Egy darabig karon fogva haladtak a parti gyalogösvényen. Csellő úr mögöttük lépkedett, és vékony sétapálcáját suhogtatta. Egy negyed óra alatt otthon leszünk, mondta egy kanyarodónál, amire a nők meglassították lépteiket. A gyalogösvény keskenyedett, sűrű nagy fák borultak az ösvényre, alig lehetett 10 lépésnyire látni. Pedig most már a hold is feljött, és ezüst fátyolokat dobált a nagy fák tetejére és a bokrokra. A holdfényben még rejtelmesebb és csöndesebb volt az erdő. Most már csak egymás mögött lépegethettek, és a szigorú nő, aki legelől haladt, csak hamar úgy megijedt egy nagy fától, amely az útra hajolt, hogy hamarosan lemondott a vezetésről. Csellő urat rendelték az élre, ők pedig egyenként lépkedtek utána. Megzörrentek a bokrok egy szarvas futása nyomán, és ők felsikoltottak. Majd egy nagy bagoly röpült el fölöttük nesztelen szárnyaival, és újra visítottak. Később el sem eresztették már egymás kezét. Csellő úr diadalmasan vezette ki őket a fél homályba borult erdőből, és néhány perc múlva már feltűntek előttük a telep lámpásai. A verandán, ahol elhelyezkedtek, miután Csellő úrtól búcsút vettek, ismét összehajoltak, és kendőkkel borították be a vállukat. A szigorú asszony kezdte pattogó hangon. Semmi titkom nincs az uram előtt, hanem erről a kirándulásról hallgatni fogok előtte. Akár hiszitek, akár nem, a két szememmel láttam, hogy mellettünk a fák alatt egy öreg, hosszú hajú vadász haladt, aki olyan különös szemmel nézegetett rám, hogy még most is rémüldözik a szívem. Nagy válraomló haja volt, és a szeme úgy lobogott, mint a rókáé. Ha egyedül talál, bizony csúffát tesz, de így megelégedett azzal, hogy csókot dobált felém az útállatos. Nem a szarvastól ijedtem én meg, hanem tőle. A szelídebb asszony megcsóválta a fejét. Nincs igazad, Henriette. Te nem jól nézted meg őtet, mert én láttam. Nagyon jól láttam. Egy nagy fa mögül lépett elő, amikor mi közeledtünk. Szép, szomorú, bánatos arcú férfi ember volt. Valóban olyan ruházatban, amilyent a régi fa metszeteken látni. A vállán íj volt, a kezében kelevéz. Bajusza nem volt, mint Mátyásnak. Csak nézett reám. De én ebben nem találtam semmi utálatosat. Mindig csak nézett, amíg azon az erdei részen áthaladtunk, de illetlenséget nem követett el. A kis bolyhos szőke halkan turbékolva nevetett, és suttogva mondta. Ti mind a ketten csak képzelődtetek, kedveseim. A képzelet mutogatta nektek azokat az alakokat, amiket nem láttatok. Hiszen nem is láthattátok az ifjú vadászt, mert az egész idő alatt mellettem jött leghátul, és a kezemet fogta. De azt már nem mondom el, hogy mit szólt. Szégyellem. Kis pörge bajusza volt, és olyan halkan beszélt, mint az esti szél az erdőn. A
Amikor elváltunk, mikor a szabadba értünk, még sokáig hallottam, amint énekelve ment a fák alatt. Kár, hogy már nem vagyok lány. Csak azt sajnálom, hogy már nem vagyok lány. Így örökké titkolnom kell a kalandomat a vadászó királlyal. Szóval hamar kiderült, hogy közös szerelmünk Krúdi, ráadásul Krúdin belül a Szindbád, és a Szindbád mögött pedig Latinovics Zoltán. Mert amikor ezt a filmet, hát valamivel később, mint amikor bemutatták, Ákos először megnézte, gimnazistaként, akkor úgy döntött, hogy a nagyapja téli kabátját fogja hordani. Ez is egyfajta lázadás volt a kor ellen. És milyen volt ez a téli kabát? Feltűnt akkor az iskolában? Hát egy 15 éves gyerek a nagyapja kalapjában és téli kabátjában érkezik. Ez tulajdonképpen az általános társadalmi állapotokat vagy anyagi helyzetet figyelembe véve talán nem volt különös, de én föltétlenül tüntetőleg hordtam ezeket a ruhadarabokat. Hát ma már ezek a szavak mást jelentenek, de még a nagyapám szaga is benne volt abban a kabátban. Tehát nagyapám aféle családi szent nálunk, Rajmund nagyapám, aki az előtérben szerény eszközökért, anyagi eszközökért megvásárolható Krúdi kiadvány kettes CD-jének borítóján szerepel, 17 éves korában fotózta le a katonai fényképész, amit ment az első világháborúba, és ő aféle családi szent volt nálunk, ez édesanyám, édesapjáról van szó, akinek a neve gyakorta fölkerült, amikor szüleim a konyhában kétségbe esve beszélgetve, hogy mégis kire ütött ez a gyerek, próbálták elő rángatni a tetteseket, és hát nagyapám, mint előképem, vagy nagy elődöm, sokszor fölemlítésre került, királyi táblabíró volt, aztán a népének is mondott demokráciában teljes vagyonelkobzással jutalmazták ezt a pozícióját, és kitelepítették. Hosszan tudnék mesélni a kalandos életéről, nem vagyok benne biztos, hogy minden eleme a fabulának igaz volna, de azt tudjuk, hogy sakkbajnok volt, engem is ő tanított sakkozni, amatőr föstő volt, aukcióra járó ember volt, ennek eredményeképpen egyébként egy nagyon talán kiterjedtnek is mondható gyűjteményünk van, egészen elképesztően gyönyörű hamisítványokból. Ő könnyen bánta pénzzel és bohém lelkületű ember volt. Most ebből azért már látják, hogy Ákosnak ki volt az alapvető őse, ebben a sok rétű, sok színű, sokféle módon. Hát egy biztos királyi táblabíró nem lesz. Nem látom a tendenciát. Ami a furcsa volt azonban, amikor mi elkezdtünk beszélgetni, hogy mondta, hogy ő már többször látta a Szindbádot, tekintettel arra, hogy 10 éves korában eldöntötte, hogy annyiszor akarja látni a Szindbádot, ahány éves, illetve egyel többször. Úgyhogy mindig meg kell, akkor nyilván az első időszakban sűrűn kellett nézni, hogy a 17-18 évét utolérje, most már évente csak egyszer kell megnézni, hogy mindig 40, most 41-nél tart a megnézésben. Ez nem olyan egyszerű a megnézés, mert mi például körülbelül hát lassan 8 hónapja tervezzük, hogy együtt nálunk megnézzük kivetítőn, de csak abból adódik, hogy Ákos, mint ma este is vették észre, mindig mindenhonnan elkésik. Mentünk együtt színházba, elkésett, mentünk felvételre, elkésett, ma jöttünk ide estére, elkésett. Egyetlen egy dologra nem késik el, mert amikor megszól, akkor mindig ott van. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tudják, hány művész, színész, énekes nincs ott, amikor énekel, meg játszik, meg beszél? Hány politikus nincs ott, amikor énekel, hazudik, beszél? Bár ne lenne ott, inkább úgy mondjuk, ugye? Úgy látom, itt ezek a politikás poénok ülnek, ugye? Tehát ahhoz van itt szoktatva a köz. E felé szoktunk menni, érződik. Szép, népnevelő munka állít a háttérben, ez tisztán látszik. Léleképítés.
kérdés. Nagyon fontos, hogy az emberek tisztában legyenek, hogy milyen országban élnek, hol vannak. Legnagyobb bajunk, ugye Krudinál az volt a zseniális. Krudi körülnézett az országban, és mindent látott. Emlékszem, Dajka Margit mesélt annak idején, hogy egyszer ilyen nagyobb társaságban valaki egy kicsit fütymálóan megegyezte, hogy az a Krudi az mindig részeg volt. Dajka, hogy felkapta a fejszem, igen? És akkor azt a rengeteg könyvet mikor írta? Mert hogy nem csak rengeteg könyvet írt, hanem rengeteg embert ismert. Ha beleolvasnak Krudiba, azt fogják látni mindig, hogy szinte elképesztő, hogy tényleg mindent tud. Mindent tud a magyar múltról. Úgy sétál a régi királyaink, költőink, íróink között, mint a naponta velük találkoznak. Aztán úgy ismeri a jelent, nem csak a tabáni kis kocsmákat, hanem a kávéházakat, a parlamenti folyosót, az utcát, az otthonokat, a korabeli bútorokat, a millenniumi föld alattit, mindent tud az életről. Ezért nagy író. És ebben a nagy történetben mindig megtalálja azokat az apró, hétköznapi, mindannyiunk életében előforduló történeteket, hogy amikor Krudit olvasunk, akkor tulajdonképpen felfedezzük a saját életünket. A saját megtörtént életünket, a saját elképzelt életünket, meg azt is, amit a megtörtént életünkből szeretnénk, vagy szeretünk letagadni. Józsefvárosi emlék. A Józsefvárosban telepedtek meg Csiribiri Jékmidőn, faluról Pestre költöztek, és a már halkan hervatag kisasszonyok odahaza mezítláb jártak. Egy kakast neveltek, amely éjszaka kukorékol. És friss sarjúval, mezei növényekkel töltötték meg az ágyakat, amikor nyár volt. Holdas éjszakákon az elhagyott, élettől ellódult utcácskákban megjelentek a gavallérok, és halkan kopogtattak a zsalugáteron. Irmának háromszor, Jankának kétszer kellett kocogni. De volt olyan öreg barát is, aki Csiribiri úrral akart szót váltani, egy pohár bort elfogyasztani, egy nótát eldalolni. Ilyenkor többször kellett zörgetni, és hangosan mondani a császárszakállas, éjjel-nappal kipödrött bajúszú Csiribiri úr nevét. Ha jól emlékszem, Miskának hívták a szent öreget. Őszes haja félrecsúszott kopasz homlokáról, és hálóköntösben, papucsban, néha a korcsmába is elment éjfélkor hazúrról, ha jó barátok gyülekeztek a gondűzőben. Valamely virág neve volt az utcának. Talán éppen Jászmin utca volt. A földszintes sárgaház éjféltájban megnépesült a józsefvárosi gavalléroktól. Irma vagy Janka, mert naposok voltak, hálókabátban az ablakba könyököltek, félretolták a virágcserepeket, és néha virradatig is eltréfálgattak régi és új ismerőseikkel. Szemérmes beszédű, szerény és tiszta gondolatú fiatal emberek jártak a ház elé. Öten, hatan jöttek a kávéházból vagy a korcsmából, és boldogok voltak, hogy az előkelő Csiribiri kisasszonyok szóba állottak velük. Városi hivatalnok, jogász, medikus, egy-két hadnagy, és egy féleszű költő volt a rendes kompánia. Valamennyien a környéken laktak, kis hónapos szobákban, cigaretta dolgában szerényen állottak. Pénzük csak elsején volt. A démoni szerelemről csupán Satanello elbeszéléseiből tudtak, a színházban a karzatot látogatták, Csiribiri urat mód felett tisztelték, mint egykori vidéki földbirtokost. Többnyire vadászatokról, szüretekről, vidéki bálakról, agarászatról, lóról, gazdálkodásról beszélgettek a hölgyekkel, mint falu helyen a lugasban. A falnak támaszkodtak, az akácfáknak dőltek, vidámak, kedvesek, udvariasak voltak. Olykor a kucsébertől nyert színes dobozt, fügét, cukrot felajánlották a hölgyeknek. Egy szőke, pista nevű medikus elszaladt a hegedűjéért és nótákat húzott, máskor halkan zümmögve énekeltek. Mikor szétoszlottak, a Csiribiri kisasszonyok sóhajtva zárták be az ablakot. Kár, hogy a nyári éjszaka rövid volt. Egyszer egy idegen úr, bizonyos
Prépostvár is a társasághoz csatlakozott a gondűző némidőn, a fiúk udvarlásra mentek. Szélesvállú, nyúlánk férfi ember volt, gazdagnak mondták, mert úgy mosolygott mindig, mint aki tudja a hamis bankó készítésének a titkát. A gondűzőnél mindig ő fizetett, és a tárcája tele volt szivarral. Egy részeg fiákerest az erős picert egyszer beleragadott a korcsmában, és megrázta, mint Krisztus a vargát. A fiúk tűzbe mentek volna érte. Prépostvári a harmadik éjszaka állott az ákácfa mellett, és le nem vette a szemét Irmáról. Szőke, kövérkés, kékszemű, rozmarink szagú leány volt, a tenyere, mint egy fészek, a mezítelen nyakán amulett és vágyhelye a csóknak. Mikor a fiúk szerte hazamentek, Prépostvári visszatért, és nyugodtan kopogott a zsalugáteren. Én vagyok. Várt? Kérdezte rekettes hangon az ablaknál leselkedő leánytól. Vártam. Azért jöttem vissza, hogy megcsókoljam a kezét. Irma kinyújtotta a kezét. A lábát. A mezítelent, a gyönyörűt, azt is akarom. Irmának torkának adta lélegzete. A férfi bátorította, senki sincs itt, üres az utca és sötét. Üljön fel az ablakra és nyújtsa ki a lábát. Nem bánt? Kérdezte Irma. Fölkapaszkodott az ablakra, és lenyújtotta mezítelen lábát. Elefántcsontból volt az. A bokája térde asszonyosan telt, mert már 30. életévéhez közeledett. A lábikrájának olyan vonala volt, mint a diákok álmában a démonénak. Prépostvári a kezébe vette a gyönyörű lábat, külön-külön megcsókolgatta az ujjakat, és mindegyikhez volt valami becéző szava. Nem szeretem a cipőt, szorít és rontja a járásomat, mondta felülről szégyenkezve Irma. Azért kemény a sarkam, majd hozok finom olajat, piperét és piros papucsot, amilyenben a török nők járnak, feled Prépostvári. A leány kacéran visszavonta a lábát, miután gyöngéden rátaposott a férfi homlokára. Zajtalanul bezárta az ablakot. Isten vele, súgta a zsalugáteren át. El ne áruljon. Prépostvári talán számításból, talán mert egyéb dolga akadt, néhány estén nem mutatkozott a mezítelen lábas nők utcájában. A leányok, most már Janka is felizgatva testvére vallomásától, valamint az öreg Csiribiri úr szintén kíváncsian a hírneves fiatalemberre, hiába várták éjfelenként a megszokott társasággal a komor és szótlan Prépostvárit. A sok hiába való beszédnek hamar véget vetettek, megkérték a medikust, hogy szomorú dolgokat játszon hegedűjén. A szegény fiatalember virradatig vonta rossz vonóját, a fiúk zümmögve énekeltek. Irma az érzelmesebb részeknél a szoba hátterébe húzódott és könnyet törölt ki szeméből. Reggel, amint felébredt, a tükör elé ült, és néha fél óráig nézte mezítelen lábát. Janka fejcsóvával járt ki és be a szobába, hangosan csapkodta az ajtót, de Irma nem tudott megválni a tükörtől. Előbb-utóbb megbaladulsz egy kéjenc férfi pillanatnyi szeszélyétől, vagdosta a szavakat. Most is hallom a hangját, mint első áldozásom orgona hangját. A következő héten Janka volt a soros az éjjeli udvarlások fogadására. Irma megeskedte, hogy nyomban hírül adja neki, amint Prépostvári megjelenik az ablak alatt. Egy-két éjszaka az ágyból felkelt és ellenőrizte testvérét, vajon nem csalja-e meg. De aztán az egész napi munkában, főzésben, takarításban, mosásban elfáradt, és kimerülten aludt, mikor Prépostvári újra megjelent az udvarlók társaságában, és hátát az ákácnak vetette. Janka barna volt, mint egy falusi imakönyv, és olyan illata volt, mint a mezőn szárított fehér neműnek, amely felszedi a zsályák füvek lehelletét. Hajszálak voltak a füle mellett, mint Blahánénak, és ugyanezért szeretett piros babos kendőt hordani. A keble úgy ringott, mint az ákác fehér fürtje.
kíváncsi, könnyes, meghatott szemét Prépostvárira függesztette, mint egy szegény legényre. A rabló valóban visszatért hajnal felé, és halkan, titokzatosan kopogott a zsalun. Janka a szívére szorította a kezét, és halkan felnyitotta az ablakot. Nem én vagyok az Irma, mondta szemérmesen. A testvére vagyok. Éppen úgy szeretem, mint a testvérét, felelte a férfi, és megragadta a leány kezét. Felkúszott az ablakig, kétszer felejthetetlenül szájon csókolta, majd a lábát kérte, amellyel eljátszadozott, mint a szentségtartóval a templomrabló, mielőtt végleg elrabolná. A nedves akácok közt halkan fehér lett a harmat, amikor Janka behúzta az ablakot. Alvó testvére ágyánál letérdepelt, és hosszadalmasan bűnbánólag imádkozott. Megigazította a takarót. Bizonyosan róla álmodik, gondolta magában mély meghatottsággal, és reszketve az ágyába bújt. A lábát kidugta a paplan alól, és mindaddig nézte, amíg imára fordított fejjel, összekulcsolt kézzel elaludt. Aztán soha nem beszéltek többet Prépostvári nevű fiatalemberről. Csak az öreg Csiribiri vette fel kifogyhatatlan történetei közé az idegen fiatalember alakját, és róla mindenféléket összehazudott a gondűzőnél. Ugyanis ön, ami most következik, az tulajdonképpen merénylet a mindenkori közönség ellen. De ez Trúdi bűne. Tudni, még fantasztikusan lehet írni egy vacsorát, egy ebédet, egy gyuzsonnát, egy belős csontot. De amikor a Szindbád című filmet megnézik az emberek, akkor ott a film közepe táján, akkor a Vatjavics kiüti a belős csontot a tányérra, akkor már a közönség tulajdonképpen azt nézve, hogy is mennyi van még a filmből. Volt egy beszélgetés valamikor a 80-as évek elején, Sára Sándorral, Dajka Margittal, Rutka Évával, nagyobb társaság, és valahogy hát azt kerítették, hogy hát a Szindbád című film, és milyen fantasztikus, és mindenki mondtuk egymás után, hogy milyen csodálatos, és akkor valaki azt mondja, és az a velős csont. Dajka Margit fölnéz, azt mondja, na mi a fene? Más nem volt abban a filmben, csak az a csont? Mint kiderült, ő főzte a levest. Hatalmas kondérban ő főzte a húslevest, saját pénzén, saját receptje szerint, hogy amikor vége van a jelenetnek, az egész társaság lakjon jól. Hát most mi azt nem tudjuk garantálni, hogy önök itt mind jól fognak lakni, viszont most ízelítőként megkérem Ákost, hogy olvassa fel a Nagy étványú ember című novella első részét. Ez egy hosszú novella, úgy eltart egy olyan 3-4 óráig, ha most itt olvasnánk, de azért jó az első rész, hogy utána hazamenjenek és két dolgot derítsenek ki. Egy, mit eszik még a pátri utána? És hogy mit fognak önök majd vacsorázni ezek után? A kalitkáig? Igen. Jó. A nagy étvágyú ember, vagy hogyan lakott jól Pátri Pesten? Aki jól imádkozik, az jól is él, mondja Szent Ágoston. Szűcs Gyula, ha ugyan ezen a néven ismerik, Szűcs Pátri mindig imádkozott. Leginkább kártyázás közben. Midőn kálvinista ember létére a mennybéli szenteket hívta félhangon segítségül, hogy bizonyos a nyeréshez szükséges kártyákat, királyokat, filkokat és kilenceseket vastag párnás markai közé kaphassa az égi hatalmasságoktól. És ha buzgó imádsága eredménnyel járt, a kártyajáték végén nem tartózkodott attól, hogy minden eledelből, amely az étlapon előfordult, dupla porciót engedjen meg magának, Szűcs Pátri végig
ette az étlapot, mégpedig duplán rendelve az adagokat. Pátrinak, azaz Földinek azért nevezte a közvélemény, mert olyan barátságos ember volt, hogy bármilyen vidékbeli embernek a megismerkedés után nyomban Földie lett. Jöhetett a Tiszántúról vagy a Dunántúról. Sohasem tudódott ki, hol született Pátri igazában. Gyerünk Szikszajhoz, indítványozta Pátri, aki hajdanában ifjúsági vezér volt, és a jogászokat vitte tüntetni Tisza Kálmán ellen. Az abcugoló ifjakat rendszerint a Kerepesi út és a Múzeum körút sarkán várták Máltás, Bérci és a többi korabeli kapitányok. Pátri tehát élete végéig nem felejtette a sarkon lévő szikszai vendéglőt. Sokat dulakodott ezen a tájon. Pátri bevonulásakor a szikszai féle sörházba 30 évvel fiatalodott meg. A régi vendéglőn áthaladva, jobbra-balra köszöngetve az egykori egyetemi polgártársaknak, a különböző vidékről való földieknek, útját az úgynevezett rondónak, azaz a sarokra nyíló köralakú szobának vette, amelynek ablakaiban a nap minden órájában valamely pesti nevezetes férfiú foglalt helyet, mert csak ilyennek volt szabad az asztalhoz leülni. Pátri a szalvétát felkötötte nyakába, melyhez külön gallért kellett csináltatni, amilyen számú a boltban nem volt kapható, mégpedig bogra kötvén az asztalkendőt, hogy az egykönnyen el ne hagyhassa helyét. Bár az öreg pincérek már körülállották asztalát, nem mulasztott el a kés fokával megkocogtatni a poharat, mintha önmagának is jelt adna valamilyen ceremóniához. Itt vagyunk, Pátri úr, felelték a pincérek. De nem látom az étlapot, felelt Pátri, miközben vastag ujjait kinyújtotta a malac fejjel boros üvegekkel rózsakoszorúval illusztrált étlap felé. Pátri végigolvasta az étlapot, mintha először látott volna hasonló jelentést a konyha állapotáról, félhangon ismételte magában az ételek neveit, a garnírungokét, a salátákét, de még a sajtókét is. Frissen csapolt udvari sör, kiáltott fel az étlap végén. De azt már adhat egy pohárral, Kellner barátom. És valami jó kenyeret, rost kenyeret, amit bubos kemencében falon sütöttek, lehetőleg a kenyérnek a csücskét, mert az van a legjobban átsütve. Egy pincér kivált az asztal körüli csoportosulásból, és elment a sörért és kenyérért. Hát ez mind szép, mondta tovább, az étlapot újra silabizálva, mintha legalábbis azt a hadi jelentést tanulmányozná, amely az osztrák-török háború idején kelt, és amely után a plevnai oroszlánnak, az oroszverő török pasának Pátri díszkardot vitt a magyar ifjúság élén. De maguknak, a tulajdonosoknak és pincéreknek tudni kellene, hogy nem minden ember egyforma, akinek csak oda kell írni az étlapra a feladatokat, ma rózsbrátnit teszel, holnap vesepecsenyét kell enned, holnap után disznó karmenádlit káposztával. Hát némely emberben van vele született egyéniség is. Mert a gusztusok különbözők. Én például az egész étlapon nem találok kedvemre való ételt ebben a percben, mond ravaszkásan hunyorgatva apró szemeivel Pátri, amelyek arcaduzzadsága miatt még apróbbnak látszottak, mint ahogy a természet megalkotta őket, és ebben a pillanatban majdnem kopogtak az éhségtől, amikor Pátri étlapot tanulmányozott. A csillagokat is lehozzuk a tekintetes úrnak, mond Ém János, szikszai egykori főpincére a csoporthoz lépve, amely a Pátri asztala körül a pincérségből alakult. Maga az János, kiáltott fel Pátri színlelt meglepetéssel, holott titkon egész idő alatt a főpincérből tulajdonossá avanzsírozott Jánost várta, akinek kedvező és protekciós elbírálása alá az étlappal pörét átadni akarta. Maga az az ember, aki engem meg fog érteni, mert itt a Kellner uraknak hiába beszélek. Egy kaptafára vesznek ők mindenkit, holott én mégiscsak más vagyok. Igen, gondolta magában a régi pincér. Az úr borította fel mindig az egykori szabadi kávéházban a bankadó asztalát, amikor ott már összegyűlt a bankó, és valaki hirtelen eloltotta a gázt. Hát tudja, János, én szatmári rendőrkapitány koromban a szolgálatom miatt megszoktam azt, hogy ne akkor egyek, amikor a toronyban a levest meghúzzák, hanem akkor, midőn ráérek. Ilyen formán az én gyomrom
Nem olyan, mint a mások nyomra. Most például nekem valami olyasmire volna gusztusom, ami a villás reggeliből maradt. Csak egy kis porció székelygulyást teszem azt. Vagy valami kis pörkölt, de zsírosan, levesesen. Nem bánnám, ha egy csipetnyi gulyás maradék volna a konyhán délelőtről, persze csontos húsokkal, húslevessel felöntve, némi zöldségkel, esetleg egy velős kancsal. Csak pájslit ne ajánljon nekem János, mert az csak frissen jó. Hát, majd tányérban szolgáljuk fel a gulyáslevest. Mély tányérban, hogy ne lássam a levestől Szikszai monogramját, mond Pátri, aki valamely okból haragudni látszott az öreg Szikszaira, hogy még monogramját se akarta többé látni. Amíg János elment a kis gulyás iránt intézkedni a konyhába, Pátri felemelte a sörös poharat, és annak krágliát fejcsóválva nézegette. Borzasztó sokat nyerhetnek maguk a sörön, hogy ennyi habot adnak hozzá, mond, és a füles pohár tartalmát egyetlen hajtással eltüntette kapa után ültetett agyagszínű bajsza mögött. Pátri nem volt iszákos ember, de éhsége idején minden elfogyaszthatót eltüntetett az asztalról. Ugyanígy járt a kenyérdarab, amelyet addig farigcsált késével, sózott, paprikázott, majszolt, míg a puszta tenyere maradt a kenyérdarab helyén. Közben mindig a legáhítatosabban nézett maga elé, mint akár kártyázás közben, mintha a mennybéli szenteket hívná segítségül, hogy a felmelegített gulyásleves minél sikerültebb legyen. Nem nézett se jobbra, se balra drukjában, mert, mint mondani szokta, nem akart olyant látni, ami elvenné étvágyát. Sőt, a kenyérdarab elfogyasztása után áhítatosan összekulcsolta két kezét hasán, mint a legártatlanabb ember, aki nem azért van itt, hogy egyen, igyon, hanem csak áhítatosság kedvéért tért be a vendéglőbe. A leveses tányér széléig ért a gulyásleves, amely a Pátri tiszteletére a konyhából elővarázsolódott. Piros volt, mint a naplemente. És olyan illat szállt vele, mint a legkedvesebb szakácsnéval, akinek az ember jókedvében házasságot ígér. Hirtelen nem lehetett megítélni, hogy a hús, krumpli, csipetke, zöldség, velős csont többe benne, mint a lé. Húslevessel, tiszta bujonnal öntötték fel, mondá János, aki követte küldeményét. A Pátri végig simította nyakába kötött szalvétáját, az ételes tányért keze ügyébe helyezte, a kanálnak csak a helyét dugta bele, hogy semmi veszendőbe ne menjen. Janitor koromban meghálálom, mond régi módiasan, midőn az első kanál leeresztése után ugyancsak behunyt a szemét, mintha a hatást vizsgálgatná, amelyet bensőjében a paprikás lé előidéz. A hatás nem volt a legkedvezőtlenebbnek mondható, mert Pátri két-három kanál lassú elfogyasztása után mindinkább gyorsította a tempót. A húsdarabok krumplival, tésztával, zöldséggel keverten megdolgoztatták hiányos fogaival, de tán akkor is ilyen tempóban evett volna, ha egyetlen fog sincs szájában. A gyomrából ugyanis valószínűleg viharos éjjel kiáltások hangzottak fel nagy lelkesedéssel. A gyomor később adja be a kulcsot, mint a fogak. Pláne a Pátri gyomra, amely tám még a más világon is tovább korgott. Mentek, mendegéltek a kanál tartalmai, közben csak annyi időre állt meg a munka, amíg a Pátri bal kezével egy darab kenyeret tört, amelyet mintegy mérséklés céljából leeresztett a bepakolt holmik közé, habár a tészta és a krumpli eléggé felszívja a gyomor terhelő zsiradékokat. De akárhogy veszük a dolgokat, a kenyérre okvetlenül szükség van az emésztés terén. Miután Pátri a második rendelésnél olyan kedvező elbánást nem remélhetett, mint az első rendelésnél, fogta magát, megtörölte száját, és igen áhítatos arccal így szólott. Vizetek egy kis gábelfrüstöket. Sietett, mintha dolga lett volna valahol.
Pátriárkának a szerepét, hogy mit fogyasztott még Pátri, és hogy folytatódik a novella, azt az előadás után, az előcsarnokban, a Márványteremben igen kedvezményes áron megvásárolt Szindbád lemezen meghallgatja. Egy történetet szeretnék, rövid történetet felolvasni, amit Huszárik Zoltán egy interjúból, hogy hogy került Latinovi Zoltán a filmbe, mint Szindbád. Ugyanis feltették a kérdést Huszárik Zoltánnak, a rendezőnek, hogy és akkor járt Olaszországban, és hogy igenis mondja erre Huszárik, hogy Olaszország, megnéztem. Őrült pillanatomban arra gondoltam, hogy Desikát kérem fel a Szindbád szerepére. Mire a riporter nagy történet, vacsorára hívtak meg. Huszárik, az egész családja eljött. Anyós, anya, felesége és a két fiú. A legelőkelőbb római hotel éttermében üldögéltünk. Szikának tetszett a szerep, ragaszkodott ahhoz, hogy a fia szerezze a zenét. Belementem. Nagy fogás. Gyanútlanul figyeltem, milyen sokat esznek. Rák, ravió, maros, fagyó, borot. Aztán elmentek, mit mentek. Hömbölyögtek. Én ott maradtam a számlán. A rossz volt végig gondolni, mert hazarohantam, és az OTP kölcsönt kértem. Tanulság. A Latinovics nagyon keveset eszik, és nagy színész. Ezt nem állítom, hogy Huszárikhoz hasonló gondjai voltak, de amikor a Babics lemezt készítettük, akkor én kiválasztottam 14 színészt, kiválasztottam 14 verset, összeállítottam, volt egy elképzelésem, hogy minek kell benne lenni, bevallom férfiasan, az volt a szándék, hogy ez a Babics lemez, ez ne általános Babics lemez legyen, ne az ismert versek legyenek rajta, ne azokat a verseket mondják a színészek, amik úgyis megvannak nekik, tehát bejönnek a stúdióba és felmondják, hanem ez a Babics lemez, ez legyen 2008 magyar Babics lemeze. Hangozzanak el olyan versek, azok a versek, és úgy, ahogy ma Magyarországon hitem szerint meg kell szólalni a Babicsnak. Legyenek rajta nagyon személyes versek, az ő személyes élményeiről, az esti kérdés, a recitatív, de legyen rajta a soha nem elhangzott, még soha el nem hangzott Csonka Magyarország, a Szíttál el lassú mérgeket, legyen rajta a hazám teljes szövege, legyen rajta a mi atyánk, legyen, már ahogy Babics átírta, és legyen rajta a Zsoltán gyermekhangra. És úgy gondoltam, hogy találtam egy olyan verset, amely kifejezetten az Ákosnak van. Megmutattam a feleségének, ő is mondta, hogy ez tényleg nagyon az Ákosnak van. Megnyugodtam, és odaadtam Ákosnak a szöveget. Fölhív Ákos azt mondja, hogy nem olyan jó vers. Hát mondom, te egy nagyon jó vers, de nem zötyög meg, hanem zötyög. Hanem Ákos, ez tényleg nagyon jó vers, és nagyon neked való. Gondolod? Mondom, én ezt egészen biztos vagyok benne. Elkezd a tolvasgatni, hogy hát ez nem. Nem jó, nem nekem. Jó Ákos, lényeg, hogy találj magadnak egy olyan verset, amit te szeretnél el. Aztán majd megegyezünk. Mert az igen, de hát a koncepció, mondom, a koncepció majd átalakulhat. A koncepció arra való, hogy felborítsuk, ha valami jó dolog születik. Helyette mondom, hozott egy verset, jó, mondom, ez is jó, de látta az arcomon, hogy ez nem fogod-e menni, akkor megpróbálom mégis azt, amit te választod. Mondom, ne próbáld meg, ne kísérletezz, keresd magadnak egy verset. Talán. Mint forró csontok a mágián. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Lobbanj föl, új dal, te mindenható. Szülj engem újra, te csodaszép. Most beteg a testem, a földi vágyak messze nagyon. Mint ropogó csontok a mágián, heverek forró ágyamon. Barátaim elhagytak engem, egyedül maradtam.
lelkemet kiürítettem, mint aki nagyobb vendéget vár. Úgy fekszem itt, mint a főnix, ki félve reméli a tüzet, amelyen el fog majd égni, és amelyből újra szület. Lobbadj föl, röpíts el engem piros szoknyáid között, egy dallal ölöm meg azt, aki voltam, és már más leszek. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Lobbanj föl, új dal, te mindenható, szűj engem újra, te csodaszép. Megtalálja azt a verset, ami pont arról szól, amit ő most átél. Ha emlékeznek, amikor ez az est kezdődött, azt mondta Ákos, hogy olvastuk Babicsot, és kiderült, hogy mindaz, ami 50, meg 60, meg 80, meg lassan 100 éve élt Babics, az olyan, mintha mai napon van. És a Szent Bábis olyan. A Szent Bábis olyan, amelyiket 1971-ben, amikor bemutatták, Acél Erzsébet legszívesebben betiltott volna. Bármilyen Kutyai mondat miatt tiltotta meg, mert nagyon nem tetszett neki, hogy Radnóti Zoltán emlékeznek a Szindbád című filmben, a Borgyaiházban áll a zongora mellett, kezében egy palán pezsős palán, vagy talán egy sillerrel egy palán. És azt mondja, hogy nem szereti ezt a kort. Mert azt mondja, hogy olyan átmenet. Ez 100 éve írta elméletben Krúdi, ma már tudjuk, hogy nem is Krúdi írta, csak mondta, és Móri Zsigmond jegyezte le. Aztán 71-ben elmondta Attilavics, nekünk meg most mondják, hogy átmeneti korban vagyunk, nekünk még ilyen nincs. 1998-ban Erdélyben dolgoztam, a Szakmárnémeti Színházban, és hogy mi köt össze minket Ákossal, nekem kötelességem minden egyes alkalommal egy kis Krúdi meglepetést írni, úgyhogy most kénytelen vagyok elmesélni neked egy történetet. Krúdi, nem Krúdi odorában, hanem Krúdi ihletésére, meg a Szindbád ihletésére, meg arról, ami ma van. Minden csak átmenet. Ez valaha, legalábbis Krúdi Gyula szerint az Aszódi templom falára helyezett márványtáblán volt olvasható, a Podmanicki kastély mellett, éppen szemben a híddal. Podmanicki Frigyes, ahogy utóbb nevezték a kockás báró, Budapest vőlegénye, ifjúkorában gyakorta olvasta magas mondást, és a báró könyvtárában tanúsodó több kötetes emlékiratait szorgalmasan böngésző és jegyzetelgető Krúdi Gyula is kettelve idézgette a kövölbölcsességet. És jóval azelőtt, hogy kezébe kerültek a báró kéziratos emlékiratai, már legkedvettebb őse Szindbád is egy vidéki bordélyház elnyújt zongoristájának így kesergett, valamely átmulatott éjszakát követő, füstbe álomba csukló hajnalon. Nem szeretem ezt a mai világot. Azt mondják, átmeneti idő. Csak hogy én nem kívántam átmeneti. Ez a mondat és a furcsán kavargó jelenet, a színes csecsebecsékkel, meleg bujakárpitokkal, félig üres pezsgős poharokkal, harisnyakötőkkel, csipkékkel és majdnem pucér vonzóan gömbölyded asszonyokkal zsúfolt bordélyházban, a fáradtan krimpírozó zongoristának félhangosan merengő Latinovic Zoltán, Huszárik Zoltán varázslatosan örök életű filmjében, a 70-es évek elején kifejezetten ingereltett a lólai. Senki nem mondta ugyan, hogy a század végi, a 19. század végi millióban az életről, az éppen akkor átmeneti korról töprengő Szindbád a 20. század 70-es éveire gondolt, amikor úgy érezte, rossz korban, átmeneti korban adatott neki élni, de hát idegenben töltött 6-7 után zökjön velem hazafelé a vonat. Még korom sötéten ürség. A romániai Mihály falva legfeljebb a 15 kilométerre van a magyar-honi Nyírlábántól. Vajon járt-e valaha ebben az aprócska népségi faluban Krúdi Gyula?
De majd 3 órába telik, amíg átkecmerünk az országhatáron. Ez is csak átmenet egy országból a másik országba. Az is csak átmenet volt, hogy 1,5 hónapig egy másik országban dolgoztam érte. Talán az is csak átmenet, hogy most itt volt. 1971-ben idegesített a boldogult emlékezeti elvtársakat, hogy Huszárik Zoltán majd 100 évvel korábban játszódó filmjében valaki arról panaszkodik, azzal vigasztalják, azzal áltatják, hogy átmeneti korban született, élt, de majd. Szimbád nem vigasztalta, hogy majd. 1971-ben nem igazán mertük hinni, hogy majd. Az elvtársakat meg idegesítette, hogy valaki merik azt remélni, lesz majd. Merik azt hinni, ami van, az csak átmeneti idő. Aztán kiderült, hogy az egész szocializmus valójában csak átmenet volt, igaz, nem tudjuk pontosan honnan, hová, de átmeneti kor volt. A ma 60 éveseknek amúgy az egész életünk. És most megint azzal vigasztalhatjuk magunkat, ami ma van, az sem az igazi. Ez is csak átmeneti. Majd. Peregnek a filmkockák. Szindvár a zongora fölé hajol, egy onnapi örömlány áthullámzik a képen, a röpkőfös két zsigány vinyögi a billentyűk fölé görnyedő törökfúgú kopasz muzsikusnak, és Klúdi Gyula hőse, tekintetét pohár gyöngyöző pezsgőbe fúrva félhangosan arról mereg. Nem szeretem ezt a mai világot. Azt mondják, átmeneti idők. Szindbár mondja ezt a 19. század végén, egy felvidéki államban múltba merevedett kisvárosban. Latinovics Zoltán a még éppen létező szocializmus idejére 1971-ben. Vagy én 1997 márciusában 6 hét után hazafelé zökölve Romániából ölembejtett félig jutott kúbiköteppel, miközben jó reggelt, köszönöm rám a barátságosan szigorú tekintetű határőr. Igaza van, talán szürkül az égajó. Az éjszaka is csak átmenet. Külön-külön fedeztük föl Ákossal, és nagyon örömünkre szolgál. Egyébként felfedezve azt, hogy ezt már Huszárik olvasta, azért került bele a Szindbád című filmben, amelyből kiderül, hogy ez a bizonyos, most általam is idézett mondat, ezt nem Szindbád mondja, hanem Klúdi saját életében, saját magában. Móricz Zsigmond, Klúdi elaludt. Még alig 10 napja, 12. Ennek a szennyes tajtékú málnak fodor hulláma összesodorta csónakunkat, és egymás mellett kötöttünk ki egy füzesben, már a klubban. Örömmel ültünk össze. Mint otthon az úri cserkelők, kik bokorba akasztják a fegyvert, hogy a Tisza kanyarodóban együtt süssenek nyáron kecsegét. Gyulám, Gyulám, szívem reménye, öleltem őt. Mit keresel te itt? Lehajtott a szomorú fűzfehér fejét, s kedves, döngő hangján mondta. Semmit. Hosszú lábait keresztbe vetette, hosszú karjait ölébe összerakva, s kicsit maga elé süppedve. Nem keresek én itt semmit. Nem igen keresek én már sehol semmit. Fényes, nagy, gömbölyű szemeit rám vetette, nyíri, pajkos, ragyogó pillantását rám borította, s mosolygott, hogy életének-e stációját így sikerülten körvonalazta. Még a kártyajárás is rossz az idén, mondta csöndesen, mintha írná. Aztán együtt hallgattunk.
Hallgattuk az élő morajt, amely hasonlít a nagyapáink méhesének zöngéséhez. Mikor voltál oda haza Nyíregyházán? Nem nagyon régen. Élénkült fel kicsit ő. Elmentem az édesanyámhoz. Jól van. Úgy él, mint számtalan évvel ezelőtt. Maga művelteti meg a kis földjét, a kis szőlejét. Nem szorul senkire. Más ember, mint én vagyok. Más fajból voltak ők, mint amit ide adtak nekünk. Hallgattunk. Minket elrontott az élet, szólok. Az is lehet, szól. De nem Budapest, hanem még sokkal hamarabb valami. Abba a tévhitbe éltünk, hogy mindig vasárnap van. Néztem, ahogy ott ült, csöndesen és valósággal szeméremmel és mosollyal. Ártatlan ember, aki soha életében annyira sem bántott meg senkit, hogy valakin mosolygott volna. Még nem is önmagán mosolygott, azon, amit gondolt. Befelé. Eldiskurált azzal, aki önmaga volt. Hallgatta azt, amit belőle valaki kibeszélt, és helyeselte a mosolygásával, amit attól hallott, aki neki beszélni szokott, ha szólt, és helyette írni szokott, ha írt. Szindbád, a csodálatos hajós volt ez a valakije, a második énje, aki helyette bolyongott a földi tereken, és ő szerette, hogy oly hűséges hozzás mindig mindenhová elkíséri, a múltba és a régmúltba. Távoli vidékekre és a közeli rekettyésekbe. Gyermekkorának Podolini ódonklastromába, ahol kisdiák volt, ahol úgy meggazdagodott élményvilága, és ahonnan úgy megnyílt fantáziájának a kapu északra és keletre, és a históriába, ahol vaskesztyűs és öblös csizmás régi vértesek tapották a várakkal rakott hegyhátakat, meg a harmonika nadrágos saját nagyapja felé, ki vetélytársa lőn Siroki Marikánál, a púderes és hervadó zongoratanító nőnél. Meg a nagybátyjánál, aki 30 év után megint csak visszafordult a kökény bokornál a kocsival az útról, mely Simkó Gabriellához visz. Néztem ezt a csodálatos hajóst az életbárka romló roncsán, és ráébredtem a szavakra, miket vetett. És feltűntek előttem az ákácos kis falvak a nyírségen, nem sokára nyílnak az ákácok a vasárnapi tisztára sepert falvak felett, olyan ömlő és dús virágzással, ahogy csak a Kródi Gyula fantáziájának édes illatú virágfüzérei nyíltak még. Néztem és láttam, hogy ott bizony elváltak a hétköznapok és a vasárnapok. Hétköznap a munkaszekér zörög és a kaszacseng, vasárnap az énekszó, s délutáni templom után az avult öreg kártyák súgnak a kapuk előtt, az úr és parasztjátékban, s a nemzeti csöndes, a ferbli a kúriákon. És soha úgy ketté nem hasadt előttem a hétköznap és a vasárnap, s a múlt és a jelen, mint Kródi csöndes kis megjegyzésére a klub setétvörös posztós asztala mellett. S szólt. Azok tudtak élni. Még akkor lehetett is élni, és jól tudtak élni. Ezek itt nem tudnak. Nem is tudják, mi a szép és mi a jó élet. Nem tudják, mi a jó falat, a jó ízű pihenés, és az egészséges jó munka. És a szívbeli mulatás, adtam fel neki a szót, mint a szabolcsi gyermekek fiúkorunkban a tekét, hogy elüsse a jó játékos pajtás. Úgy van, helyeselt örömmel, mert mulatás és mulatás között különbség van. Az öregek mulatása, az felszabadulás volt, mint a csikó tavasszal, ha kinyílik az idő, ha kieresztik, nagy karikában vágtat a szakadásig. Mi már úgy mulattunk, mintha az idegek megbolondultak volna, és elvesztettük volna a féket. De bolond lovak voltunk. Soha hámba. Mindig csak a gyepen. Gyepre magyar, szerette mondani szegény Szemere Miklós. Hát mi ki is szakadtunk a gyepre, barátom. Nem szeretem én ezt a mai világot. Azt mondják, átmeneti idők.
Csak hogy én nem kívántam átmeneti időt. Igaz, ezt az egész életet se tudom, hogy valaha kiköveteltem volna. Protekciót biztosan nem vettem igénybe, hogy megkapjam. Itt se, mióta itt vagyok. Egy protekciót azonban elfogadnék. Egy jó kabalát, hogy a kártya jobban szolgáljon. Mosolygott a beszédén, Szimbád mókás duruzsolásán. Kártya az egész élet. Egy kártyára van feltéve minden. Ez az egy még szórakoztat. Hogy ebben a bolond világban hogy fordul a sors? Bár arra se vagyok kíváncsi, minek örülhet az ember, ha magyar. És elpillantott a távolba, komoly és szomorúan mosolygó szemekkel, Szindbád végighajózta emlékei minden folyócskáját, és odatért vissza, ahonnan elindult. Felállt, kezet fogott lágy és sejmes puha kezekkel, és átevezett a kártyaszobába, hol is átnyújtott 17 pengőt egy kollégának a lapok járása és útmutatása szerinti részletekben. Aztán egy sarokba vonult, ahol csöndesen és békésen elaludt. Ahogyan Gélmester csodálatos ugyanazon az estén lerajzolta. És néhány nap múlva otthon, csöndes és kellemes ágyában, ugyanolyan békésen, ahogy élt, senkinek zavart nem okozva. Örökre. Van a már idézett beszélgetésben Sára Sándor, a film rendezője egy Dajka Margit társaságában. Miután jól leteremtett minket Dajka Margitról, most már ne a mellős tanulról beszéljünk. Elkezdtem mondani, hogy milyen fantasztikusan volt fényképezve az a film. És nagy lelkesedéssel elkezdtem mesélni. Tudod, Sándor, amikor ott a jégbe olyan fantasztikusan behagyva ott vannak azok a csodálatos sugarlevelek. És akkor Sára Sándor fölnézett, és azt mondta, igen, Margitka, csak az a probléma, hogy azt már nem én fényképeztem, mert akkor én már Franciaországban dolgoztam, azt a Jankura Peti vette fel a másodoperatívet. És akkor ügyetlen csendre hirtelen, és akkor azt mondta Margitka, na, mert együtt volt a csapat. Higgyék el, hogy fantasztikus dolog, hogy ilyen magamfajta öreg színházi róka, meg egy megasztár, összetalálkozik. Mind a kettő szereti Rudit, mind a kettő szereti Latinovicsot. Az égvilágon semmi közük egymáshoz. És akkor leülnek, és elkezdenek dolgozni, és a végén barátság lesz belőle, közös munka lesz belőle, Babics Temez lesz belőle. És mindennek az az igazi alapja, hogy együtt fedeztük fel a múltat. Egy olyan korszakban élünk, amikor ez az ország irtózatos energiákkal próbálja felszámolni a saját múltját. Ha van valami, ami egy országot tökre tehet, bankárok, politikusok, pénzemberek, trógerek, tolvajok, persze sokan vannak, de a leginkább azt tehetünk egy országot, ha elfelejtjük a múltunkat. A Pilinszky Jánosnak van az a csodálatos mondata, hogy egyetlen reményünk a múlt, mert az megtörtént, és azt már nem lehet elvenni. Az megváltoztathatatlan. Olyan világban élünk, ahol most éppen változtatják a múltunkat. Nem csak. Ugye, olyanok csinálják, akiknek ugye világ legembertelenebb jelszava volt sokáig a fő jelszavuk, hogy tudnék a múltat végképp elterülni. Nem ismerek ennél embertelenebb, antihumánusabb, ostobább és mocskosabb galának jelszót. Csak sajnos folyik ma is az, hogy felejtetik velünk a múltat. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy léleképítés. A léleképítés ott kezdődik, hogy őrizzük magunkban a múltat, hogy őrizni tudjuk, mert először föl kell fedezni. Még ketten ma csak abban próbálkoztunk, főleg Ákos, hogy felidézze
ezt a múltat, ahogy Krúdi látta. Megbecsüljük ezt a múltat. Legyen erőnk megmenteni még ezt a pici jelet, ami van. Utolsó utam a vörös postakocsin. A kakuk kettőt szólott. A révészek és egyéb folyamparti haramiák vízre bocsátották a csónakokat, és a tél folyamán kirabolt utasok holttesteit. A folyók megszabadulva a jegektől szívesen iramlottak tova az ingyenes pasasérokkal. Tavaszodott. Csak két esztendeig élnék, gondoltam magamban némi szenvelgéssel. A halállal nem jó tréfálni. Mit csináljak ilyen rövid idő alatt, hiszen annyi dolgom volna még. Messziről követtem a kakukkot a sziget elhagyott útjain. Mindig csak kettőt kiáltott, nagy néha hármat. De az a harmadik kiáltás alig ha szólott nekem. Valahol szerelmes pár kereste a bokrot. A sűrűséget, amely nem átlátszó. Őket riasztgatta a kakuk, amikor megfeledkeztek volna az illedelemről. Lábnyomaik itt mendegélnek előttem. A férfi gumitalpú sarúja mély nyomokat vágott a nedves kavicsos úton. A leány hegyes orruhó cipője repkedni látszott. A madarak hagynak hátra ilyen nyomokat a homokban, mielőtt szárnyra kelnének. Vajon hova repül a leány? Sajnos nem az égbe, hanem csak amoda a homokdombok mögé, ahol a Dunapart mentében végig annyi csókot lehet váltani, ahány fodros hab elúszik a folyamon. A kakuk már Margit király leány zárdájának környékén járt, de hangja még mindig hangzott. A szerelmesek végképpen eltűntek a szemem elől. Egyedül voltam a szigeten. Mégiscsak nekem jósolgatta a rövid életet a kakukkmadár. Hát, ha már ilyen rövidre van szabva az idő, ne késlekedjünk az elmondandókkal. Még el kell mondani annak az állomásnak a történetét, amelyen a vörös postakocsi utoljára megrekedt, hogy onnan többé egyetlen utazást se tegyen. Hiszen a legnagyobb utazóknak is az a sorsuk, hogy egyszer csak ott felejtkeznek valahol, tán a kályha mellett, hol kellemetes meleg áramlik, vagy pedig egy útmenti fogadóban, ahol a hiszékeny hallgatók tátott szájjal fogadják hazudozásaikat. Hiszen utas ember annak örvend leginkább, ha senki sem kételkedik szavai igazságában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van, ugye? Nem. Menjünk ki. Még egyszer, menjünk ki. Gyere, együtt. Nagyon szépen köszönjük!
Ákosnak és Szigeti Gábornak ezt a léleképítést. Mert valóban, ahogy tegnap hallottam Szatmár Németiben, amikor éppen bementünk a színházba, illetve hát egy krédó előadáson, onnan ma jöttem haza, hogy ma már felér egy lázadással, hogy emlékezetét továbbadja. Hát igen, lázadjunk. Adjuk tovább emlékezetünket. Olvassunk, hallgassunk, építsük a lelket és lázadjunk. Adjuk tovább az értékeket. Ezzel épülünk. Január 12-én találkozzunk a Blaskó testvérek előadásán, itt a Léleképítőn. Isten velük, viszontlátásra és köszönjük szépen!